Agyom és a parlag fűmentes, tiszta környezethez hozzájárulva 1000 tő virágpalántát osztott ki az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány a Zöld Alma programjának a keretében. A tavaszi virágosítás során egy bölcsöde és 7 óvoda kapott 50-50 tő palántát, míg a 6 általános iskola 85-85 tőt kapott, így a Deák Ferenc is. 85 árvácskát kapott is az iskolánk, amit az alsó és a felső tagozatban fogunk előtetni. A gyerekekkel is, segítenek felnőttek is, és aztán együtt fogjuk ápolni. A Zöld Alma következő 6. állomása az egészséges életmód rajzpályázat lesz. Emellett az alapítvány már kiírta az idejévi lakossági virágosítási versenyt, amelyre április 20-áig lehet jelentkezni. A megmérettetésre a nevezési lap kitöltésével lehet a részvételi szándékot jelezni, ami beszerezhető az alapítvány székhelyén. 3 kategóriában lehet az idejében is nevezni, legszebb virágos kertesház, legszebb virágos lépcsőház, legszebb virágos utca kategóriákban. Az idejében annyi változás történik, hogy idén csak nyáron fogunk kimenni a 3 fős szakmai zsűrivel, akik ugye a résztvevőknek a portáit értékelik. A zsűri várhatólag júliusban fogja értékelni a nevező portákat. A résztvevők 40 pontig oklevélben részesülnek, 41 ponttól felfele pedig ezüst, bronz és arany minősítést kaphatnak, valamint a helyezéshez mérten minden induló virágpalántában részesül. Az egynyári virágokat 2018 tavaszán fogják kiosztani a nyertesek között.